Ami az energia területét illeti, sajnos azt látnunk kell, hogy a háború árát az energiállátás tekintetében Magyarország már most is erőteljesen megfizeti. Hiszen gondoljunk csak abban, például kőolajat Magyarország két útvonalon tud vásárolni. Ukrajnán keresztül és Horvátországon keresztül. És mi történik mindkét tranzit Mind az ukránok, mind a horvátok jelentős mértékben megemelték a tranzitdíjakat, hogy Magyarországnak még többet kelljen fizetnie az ország működtetéséhez szükséges kőolajért. Hangsúlyozom, két útvonalon tudjuk ellátni magunkat, Ukrajnán és Horvátországon keresztül, és mind a két, mind a két, eh, ország eh, tranzit szállításért felelős vállalatai, állami vállalatok, Jelentős mértékben megemelték a Magyarország által fizetendő tranzitdíjat. Ukrajnában eh, a jelenlegi helyzet szerint körülbelül háromszorosát kell fizetni a korábban érvényben volt tranzitdíjnak, Horvátországban pedig az európai piaci átlag ötszörösét kérik el a tranzitér. Az, hogy itt volt-e bármifajta koordináció, a két ország között ezt nem tudjuk. A lényeg viszont az, hogy az energiállátásunk tekintetében Magyarország már most is nagyon komolyan megfizeti a háború árát.